Kispesti Egészségügyi Intézet dolgozóit már beoltották a koronavírus elleni vakcinával. Az oltási terv szerint ugyanis az egészségügyi dolgozók kapták az első adagokat. Az orvosok, ápolók, nővérek hamarosan a második dózist is megkapják. A Pfizer-BioNTech vakcinája a tapasztalatok szerint az ismételt oltást követően 95%-os védettséget nyújt. Ezért is ajánlja az intézet főigazgatója mindenkinek. Dr. Kumin Marianna ugyanakkor fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy aki beteg, halassza el az oltást. Ha például valaki influenza-szerű tüneteket észlel, amíg meg nem gyógyul, ne oltassa be magát. Én fontosnak tartom, hogy mindenki, akinek nincs olyan rossz anamnesztikus adata, hogy komolyabb allergiás reakciók, de hát ott is tudva lévő, hisz ha egyszer volt egy komolyabb allergiás reakciója, vagy anafilaxiás sok, akkor az kivizsgálás követi mindig, és akkor kiderül, hogy mire allergiás, akkor viszont neki erről papírja van, és tisztázható, hogy az adott oltóanyag tartalmaz-e ilyet, vagy sem. Tehát mindazoknál, akik ez nem áll fenn, ott én nagyon javaslom az oltásnak az igénybevételét. A várandósok és a 18 év alatti gyerekek egyelőre kiesnek az oltási körből, mert nincs kellő tapasztalat arra, hogy esetükben okoz a mellékhatásokat a védőoltás. Magyarországon egyelőre két vakcinát alkalmaznak, a Pfizer-BioNTech-ét és a Modernáét. Az eddigi vizsgálatok szerint mindkettő szervikárosodást nem okozva hosszabb távú védettséget jelent a koronavírus fertőzéssel szemben. És egyelőre úgy tűnik, védenek a koronavírus ismert mutációi ellen is. A brit variáns ellen kimutatottan védenek a jelenlegi oltások. Többféle oltóanyag van, ezt tudjuk. Ez a harmadik generációs közvetítő RNS alapú, ez a legújabb technológiával készült oltóanyag, és hát az érdekesség kedvéért pont egy magyar biológus tudós nőnek, Karikó Katalinnak köszönhető ennek a technológiának a felfedezése. Büszkék vagyunk rá, ő Szolnokon született, most éppen Németországban dolgozik, és hát valóságosan ő ezt az egész technológiát a rák kezelésre dolgozta ki, és azért is ezek az aggodalmak, hogy túl gyorsan született, ez azért nem releváns, mert 15 éve dolgozik ezen a technológián, és amikor megjelent a Covid, akkor nagyon gyorsan reagált rá. Átfordította az egész kérdést a Covidra. Úgyhogy most ilyen az ő technológiáját használja a Pfizer-BioNTech és a Moderna is. A főigazgató szerint, bár az oltás új szakaszt jelent a vírus terjedésének megállításában, továbbra is fontos, hogy a járványügyi előírásokat mindenki betartsa. Igazából én a felvétel kedvéért vettem le a maszkot, de senki nem lát maszk nélkül, mert valójában ez rendkívül fontos, a maszkhasználat. És hát az oltási hajlandóság az én megítélésem szerint itt hazánkban fokozódik. Tehát a kezdeti elhatárolódás után azt tapasztalom, és valószínű, hogy ez abból is fakad, hogy az egészségügyi dolgozóknak az oltási szándékát azért követi a lakosság, és ez irányadó lehet. Én fontosnak tartom, hogy mindenki, akinek nincs olyan rossz anamnesztikus adata, hogy komolyabb allergiás reakciók, de hát ott is tudva lévő, hisz ha egyszer volt egy komolyabb allergiás reakciója, vagy anafilaxiás sok, akkor az kivizsgálás követi mindig, és akkor kiderül, hogy mire allergiás, akkor viszont neki erről papírja van, és tisztázható, hogy az adott oltóanyag tartalmaz-e ilyet, vagy sem. Tehát mindazoknál, akik ez nem áll fenn, ott én nagyon javaslom az oltásnak az igénybevételét. A koronavírus elleni oltásra a vaccinainfo.gov.hu weboldalon lehet regisztrálni, de a 60 évesnél idősebb nyugdíjasok postán is megkapták az íveket, amelyeket kitöltve ingyenesen vissza is küldhetnek. A védőoltás önkéntes és ingyenes, és nem a regisztráció sorrendjében történik a beadása, hanem az oltási terv szerint.